a mai részünkben, a 125. adásban. A kom szerint ez a három legjellemzőbb hirdetés hiba az ingatlan piacon. Eljött az alkuk ideje. Az európai országok többségéhez hasonlóan Magyarországi lakáspiacon is fordulat következhet be. Lengyelországban érkezik az OC. Bécsi lakáspiac teljesít a legrosszabbul Európában az adott az adatok arra utalnak, hogy a lakásfásáli tervezővevők alig várják, hogy piacra léphessenek, fogalmazott Balog László. potenciális vevők érdeklődésére megtagadják a meghirdetett ingatlan címének kiadását az ingatlanosok. Eladó rubi kernő vilája jelentem, én mellett árulok egy 400 milliósat, de hát ez itt nem a reklám helye! A németek már a piacra nyomtatnak házat, újra hódítanak a lakástakarékok és a stúdióban Szényor Ramon és Dominik de Kockó, és az utolérhetetlen, az ögyöltlön Giovanni Trapattó! Mit fogunk ezért megint kapni? És most akkor kezdjük újra. Közcük. Ez itt a 125. adásunk, és főcím. A seftel, tukmáló De mi sokkal jobbak vagyunk, ez itt a három kamár, bemutatkozunk. Gölcsöny Péter, Szűcs Attila, Csorba Daniel. ez itt a kamáró, kamárok, kamár show. jippie gyerekek, megérkeztünk. Van egy új vendégünk a stúdióban, ez pedig személyesen a Stream Deck, a maga 1-2-3-4-5-6-7-8-32 darab gombjával. Még nincsen beüzemelve, mert hogy ez most érkezett meg, Attila Fissen ropogósan hozta. Na, de neki nem jár bögre, úgyhogy nem írunk alá semmit. Van otthon, köszönöm. Ez itt a 125. ingatlan bízünk pontosabban kalmárok részünk, Igen. és azon belül ingatlan Már bízzünk. A, a, a múlt héten egy ilyen tesztüzemmel találkozhattatok, és valószínűleg ezt most itt egy pár hónapig megnézegetjük. Ugyan ezt most Attila mondta, hogy ezt ne vágjuk ketté, vagy négy felé, de hogy egy új formátumunk lesz, ez ilyen 10-15 perces anyagok lesznek, reakció, vlogok, különböző üzleti biznisz, vagy ahol mi tematikánkhoz kapcsolódó dolgokkal, mint például most nem is tudom, talán lesz hát egy, 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 igen, lesz, egy, lesz, egy, igen, egy, licites, akkor te hoztál egy, egy Dubái, vagy dubái dubai, dubai. A, a bugati, toronynak az átadása. Azt is, azt is meg Dubai, kellett. meg, Schweiz, meg ez München. így, hát München, München, München és Svejc, München. aztán Svejc tudom, és München. Igen, azt úgy szokták mondani itt. Na, szóval, ilyen általános bejelentésünk egyrészt lesz június 7-17-én, 17 17 négy órás kezdéssel a két rombusz nevű római parton található helyen, bográcsozás. Ingatlanosokat szorod. várunk, ingatlanosok oldalbordái gyerekek jöhetnek. 5000 forint a belépő, gyerekek 50 50% közvezmény, egyértelműen perfül, Illetve, ami nagyon örülünk ugye, Dani, hogy 48 órán belül, sőt, még nem vagyunk 48 órán. És azt nézem hogy igen. Másfél nap alatt gyakorlatilag a jegyeknek már több, mint a feladat. Már több most megint jött utalás. Hát e szerinted miből vettem a deket? Ennyi. <laughs> e ennyi. E ennyi. E ennyi. Majd ennyi. a maradékot. E nagyjából olyan, ha számolom, hogy olyan 40-en. 42-en már. Másfél nap alatt. És 70 helyünk van. Igen, úgyhogy úgy, hogy még 28 hely. 28-30 helyünk van. És Gyertek, mert tényleg jó lesz. Igen. Beszélgetünk, ismerkedünk. Én nekem csak egy, nem tudom, most ki a főzést. És van a már ember rá, a, a intézés. És az vállalta, az tényleg Patika? Én szervezek. Ne, nem tudom, majd kiderül. Intézés alatt, ne aggódjál. Csak ez, a, Tezikám, ez, ne aggódjál. ez benne a jó, hogy, hogy egy kicsit ilyen csak már nekem csak kell most én, én voltam már ingatlanos bográcsozáson, és az ingatlanosoknál kritikusabb figurák, nem sok van. Hát figyelj, Egyáltalán nem érdekel. Figyelj, mi én... csináljuk, mi csináljuk úgy, hogy aki ott nagyon kritikus az, Na, ez me megnézni, hogy Mohácsik milyen úszni a Dunában. Meg, meg reggelre nem lesz kantintak. Tehát semmi gond nincs ezzel. Különben <laughs> euh, még egy, egy érdekes dolog, ugye, a Bencével is, és az egyik, aki segít majd főzni. Ő például javasolta, ugye nem marhát, csináljuk, mert ugye a fogunk valami vén marhát, akkor az ott fogunk még este tapé. is a bográs feletülni. Viszont a sertéshús az meg nem annyira ízes. Egy szarvas. Igen. Igen? Igen. Nagyot akartál mondani? Nem, szarvas. Nem, szarvas, tudom, szarvas. Szarvas. Igen. Szarvas. És volt, csináltuk és voltunk a Szilvánus alatti wellnessbe is múlt héten. Mm. És Termálba? Ott, aha, igen, spáztunk egyet a családdal. Egyébként mo most hétvégén is megyünk. és milyen állánat? az összehasonlítás? A kaja jobb, a ez kisebb, a szobák kulturáltabbak. Én is ez hallottam. így, ez így, ez így össze összegezve, és ott is volt szarvas. És, ja, és fú, a, nagyon jó. A gyerekek azok rohadt jókat ettek, úgyhogy... És meg le lehet úgy is menni a wellnessbe, hogy nem alszolott, akkor azt hiszem, ilyen mi négynek fizettünk 28 ezeret, olyan. A napi belépő. A, és egy kaja benne van. Tehát választhatsz egy reggeli, van, vagy egy van. ebédet, vagy egy vacsorát. Az már úgy alakul. Hát úgy gyakorlatilag, ha elmész négy gyerekkel, vagy négyen. Négy gyerekkel. A strandot nem hozott ki olcsóban. simán ezt a pénzt. Ráúszol egy lángososra, már véged van. Már, elsüllyedt az a hajó, hogy te ott Váci utcában egy kültös kalács 2000 forint. Az Epres 3002, tehát miről beszélünk? Apropó, tényleg még nem reggeliztem, akkor azért vagyok én ilyen éhes. Ott van a Ezért nem Bírják még ki 50 perc forgatást, haladjunk. Plusz még aztán. Na hát gyerekek, akkor kezdjük el azzal, hogy most persze iratkozatok hát ezeket itt minden nagyon gyorsan át. Van TikTokunk, Instánk, iratkozzatok fel, YouTube-ra léci piros gomb és csengő köszi! I'm a man, jó man, sketch man, sketch man, sketch man, sketch man, Na Atikám. Van, de nem ezzel kezdünk, ja, hanem a kínálatbővüléssel a lakáspiacon, mert a Peti hozott nekünk nagyon szuper grafikannakat, amit szeretnénk bemutatni nektek. Egy ja, pár szó felvezetés szeretnék, ugye? Itt egy folyamatos kérdés Köszönjük. az elmúlt fél évben, nem mint hogy korábban nem, az, hogy mennyi, mennyire változnak a lakásárak. Ugye nagyon sokan tapasztaltuk azt, hogy itt a válság ellenére nem nagyon mozdultak meg. Viszont van egy jó hírünk, ugye ezt a több portálon is már írják, hogy elkezdtek csökkenni a lakásárak, és az ingatlan figyelőben mi is ö, tapasztaljuk, már megindult az árak csökkenése. És ha bevágod, Dani, a Dania képet. Kettes, nyom meg. This, yes, a sárugba, a sárugba, a sárugba. yes, meg ezt. Szuper. Most jók vagyunk. Na jók vagyunk, akkor mutatom nektek, itt a statisztika. Mondta, Juhu, ez az budapesti az statisztika eladó lakásoknál mutatnám, hogy a darabszembekerülés még mindig brutálisan emelkedik. Na most szóval... erre a ingatlan.com-ot csak annyira ráfűznék, hogy ők most írták meg, hogy tavalyhoz képest 40%-kal több eladó lakóingatlan van. Hát nézzétek meg a, nézzetek a, a grafikont, bár képest. nem tudom, hogy mennyire letjátok, látom, így mutatom. nézem. Gyakorlatilag folyamatosan emelkedik hónapra hónapra a frissen piacra került lakások száma. Már most szerintem az elmúlt két év, korábbi két évhez képest, most már egy négy ötszörös nyugodtan beszéltünk. Mutatok Áló. még egy érdekes Ez grafikont. Az... Ez azt mutatja, hogy ezt már párszor mutattam a kék-zöld görbe, megint gyorsan elmondom, a kék az az egy évre visszamenőleg átlag nézetméter ár, a zöld pedig a frissen bekerült nézetméter ár, és a kettőnek a viszonya, ha a zöld a kék felett van, akkor az egy árnövekedés, ha a kék alatt van, az egy csökkenés, és ugye a meredeksége az pedig a csökkenés erősségét, illetve a növekedés erősségét mutatja. Na most itt látszik, hogy májusba elindult egy árcsökkenés, és ha megnézzük, ez elég komoly meredekségű. Hogy ez most hova fog kifutni, ez még kérdéses, de ugye, csak hogy elemezzük az évet, januárban Ugye nem, jöttek sem, nem jött semmilyen állami támogatás, jött egy csökkenés, aztán elindult a ilyen február környékének is húrá húfutás, optimizmus. Egy hurrá optimizmus, ezek magánhirdetések, bocsánat, nagyon fontos, a magánhirdetéseket néztem. És a magánhirdetéseknél gyakorlatilag az a szufla, ez itt, itt április végén kifogyott, és utána egy erőteljes csökkenés kezdődött el, amit még meg szeretnék nektek mutatni, mert erről is többen cikkeztek, ugye, hogy. Kislakások, lakások, Mivel nincsen hitelezés, ezért gyakorlatilag azok az ingatlanok, amik általában nagy valószínűséggel hitelre vásároltak, és ez a középkategória, ott, ha, megmutat, ha megnézzük, akkor mondjuk nézzünk egy ilyen 50 nézetmétertől mondjuk egy 90 nézetméteres kategóriát, ott, mindjárt mutatom nektek, ott tökéletesen látszik Na. az árcsökkenés. Viszont Igen. nézzük meg a kislakásokat, hogy ott mi történt. 30, nézzük meg azt, hogy mondjuk 30 35, 35 négyzetméterig. Ja, csak nézzük pici? meg, hogy hogy ott mi történt az árakkal. Hoppá! Milyen kuki van fölfele. én szerintem, igen, ez gyakorlatilag majdnem a tükörképe. én ja, szerintem ez a hitelezés az egyik legfőbb okja ennek, ugyanis a kislakásoknál, illetve hát a nagy luxus lakások, ne azt most nem néztük, veszik leg, legkevésbé igénybe a hitelt. És a középkategória az, ami nagyon érzékeny arra, hogy most milyen hitelek vannak. Nézzük sót. már meg 150 millió fölött. Aki addig, amíg megválítod, azért elmondanám, akik hallgatják, hogy miket láttunk. Van egy két darab vonalból áll össze a grafikon. A Nézzük kék piacsonos. vonal az egy viszonylag egyenes vonal, az az átlagárat a piacon lévő összes ingatlan. Az, az úgy nagyjából egy ilyen 1-2 os eltérései van. 200 négyzetméter felett, vagy mit? 200 millió fölött. Vagy 200 millió fölött. Ne négyzetméter, négyzetméter. Mén e, és itt, a, ha szummát vonunk, csak hogy elmondjam, a, a most fölkerült hingatlanok. Itt egy ilyen amit látunk ugye most itt ez egy minimális különbség, itt ha a kék vonalat nézzük, azért azért itt egy, hát ez, hát ez, ez, ez ezek inkább azt mondom, ezek a, ez a piac természetes igen. lengései gyakorlatilag hát ez, ez igazából nem nagyon változik ezt nézem, hogy ez ilyen tízezer ezer forinton igen, ez meg ez nem dolgozik nagy adatból, más. ha megnézted 48 ingatlan, tudtunk belebenni ez lakások. magánhirdetés, bocsánat ha most megnézzük, nézzük meg millió a, fölött. a cégest vagy nézzük meg összesen. Más ah, magán... jobb. Az. Nézzük meg. Na, ez, ez már 1883. Ott már megizasztjuk a szerveredet. Hát, hát itt már megint kiadjuk. Igazából, a igazából, igazából ez is minimális. Mm. Nem számot tevő. Gyakorlatilag az 1.620.000-es tengely. Tehát, az a, a, tehát a nagy érték az tartja magát, Igen. a középérték az megöltjent, kicsit... a nagy érték az megkilőtt. Igen, a kis érték, a kis a kis érték, érték megkilőtt. az megkilőtt. Igen. És még egy dolgot gyorsan mutatnék nektek, ez megint így ez a napi, napi szar, már bocsánat, ezt mindig nagyon szívesen De szoktam régen, nézni. Régen hogy pörgött az az oldal. <laughs> Megmutatom nektek, hogy azért, azért vannak kettő, ennek ellenére csodák, nézzük meg magánhirdetéseket, nézzük meg a magánhirdetéseket és az árváltozásokat. És hát ez a tipikus mire gondolt a költő című ö, eposz következik. Például Azta. ez, ez az, amikor elkezdik kergetni az árat, de gyakorlatilag ugye soha nem ér utol, gyakorlatilag nem éri el magát a piaci árat, és Jó, de ez ráadásul minimális csökkenés. Tehát ha megnézed, hiába változtatott rohadt sokat, az egészben másfél millió forintnyi különbség van, Pontosan. vagy nincs két millió forint, ugye 49.9-ről 48.2-re ment le. Egész konkrétan hat hónap alatt. Tehát ez nem az a kategória, valószínűleg ez az ingatlan a 44.9 körüli irányáron kellene, hogy legyen, és akkor talán Ez Ezért is mutatom ezeket a grafikonokat, nagyon fontos ezért is az elején már a jó ára Bocsánat, ezt nyitottam meg az előbb, azért még kettőt hagyj mutassak meg nektek. É, mi ezek ilyen két, Itt az ellentét, ez gyakorlatilag, amikor mondjuk a gyógyszert nem találja az élelészekrényen, éle és butaságokat csinál a számítógépen. Tehát indult 75-ről is már 90 milliónát ad? Szóval ez, ez, ez megint tipikusan mire gondolt a költő? Illetve hát, mutatok még egyet, is amit, nem ezt, elég amit az mutatom a pénz, nektek. A itt is, is megint, az. Ugye, amit az előbb az Attilánál néztünk, gyakorlatilag kergeti megint a piaciára. Ja, lehet, hogy inflációt akart lekövetni az egyel előtti. Elképzelhető. az <laughs> ah, biztos, lehet. hogy ezeket azért mutatom nektek, hogy gyerekek, ezek azok a hirdetések is, amikből próbáltok következtetés levonni, és ezekből Azért nehéz, mert mert ezek túlározott ingatlanok. Gondoljatok be, aki 5-6 hónapja még nem adta el a, a, az ingatlant, az biztos, hogy túl van árazva. Ennyit szerettem volna megmutatni a grafikonokról, a májusi adatokról. A május adatokra még egy kis kiegészítés. Ugye mondtam, hogy a tavaly májushoz képest 40%-kal több eladó lakó ingatlanból válogathatnak a vevők. Aha. A kereslet országos átlagban 30%-kal marad el az egy évvel korábbitól, havi szinten pedig 3%-os visszaesést mért az ingatlan.com. Ugyanakkor vannak kivételek, például Baranya, Pest, Borsodaba, Üzemplém és Komárom-Esztergom vármegyék, ahol nőtt a kereslet áprilishoz képest. Fokozatosan bővülő kínálat van, és ők azt érzékelik, hogy a lakáspiaci élénkülés is egyik fontos feltétele, illetve a kereslet pedig a lakáshitelkamatok kamatok csökkenésével kaphat majd új lendületet, tehát hogy ők azt érzékelik, hogy kell valami. Ami, boost, ami ráadásul valami, valami búzt, amire ők a lakásitel kamatokat mondják, amiből megint ugyanoda jutunk vissza, hogy ez jövő év végéig különösen nem fog változni, mert addig nem fog a lakásitel kamat arra az érzékelhető 5-6%-ra visszaesni, ami, amiért már az emberek szerintem felfogják. Egy mondatot kötnék még rád, rá, amit mondasz, hogy most május vége, június eleje van, most jön a nyár. Hát ez meg és az szar. elmúlt pár évben megnéztük a nyár, az kuka. Igen, az most a gyakorlatilag kuka. Itt, itt az, hogy most augusztus végétől mi fog történni. Optimisták lehetünk, hogy valami mozgás jön, ez azt gondolom, hogy vagy igen, vagy nem. De hogy a nyár gyenge lesz, ebből biztos vagyok. Igen, július, augusztus rendszerint ilyen szeptember 10-ig mindig kuka, és miután megvolt a beiskolázás, a gyerek megijár iskolába, megint van egy kicsi idő a munkahelyemen dolgozni. Igen, emlékeztek a, arra, hogy régen, régen augusztus 20-a gyakorlatilag mindig a volt. Emlékeztek arra az időszakra? És ez az elmúlt években már nincs meg? Már nincs az meg, hogy a, fe, a, 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 a szeptember az, a, ott, ott komoly mocorgás lenne a piacon. Igen, szeptember 10 után van komoly mocorgás nekünk. Az De minden tavaly sem volt, tavaly előtt sem. Ah, nekünk minden évben van. Nektek... Jó, ne azt mondom, hogy mi mikropiac vagyunk, tehát mi nekünk most is megy. Tehát nálunk olyanok a megbízások, tehát nálunk ezzel nincs probléma. Jó. Ja. Mi, persze, én mondjuk nem. egy nagyértékű ugye azt nem vegyük figyelembe, mert az egy 200-300 milliós, mondjuk a luxus ingatlanokra, ott nem a hitel fog dominálni az, az ügyfélnél, és ott, ott tényleg ott mindig is meg lesz rá a mozgás, ugyanúgy, mint a nagyon olcsó ingatlanok esetében. A KOM szerint ez a három legjellemzőbb hirdetési hiba az ingatlanpiacon. Az egyik az, hogy nem megfelelően értékesítőként nézed az ingatlant, a másik az, hogy kép nélkül hirdetsz, a harmadik pedig a Fotók minősége, tehát majdnem minden a vizualitásra van leszűkítve. Ezeket nem mondhatom nagyobb... el a véleményem, mert volt belőle egy vitám a, Edesszik. a erről. Ebből ne, Egy csomó a mindenkit kivágtak a lancsból. Editet nem. is. Editet de. is de. kivágták nem. a lancsból. Igen, mert a pont ez a bloghoz írt Élekkel. hozzá. Gyakorlatilag ezt egy ingatlanos nem kolléga benne, írta. Be. Nem a, Nem a, 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 mint egy ház. Nem a, a komírta így van. Nem a komírta, írta, egy ingatlanos kolléga írta. És igazából én ott vitatkoztam vele, hogy ez most mennyire volt szerencsés, vagy nem amit ott írt, de a főcímből egy mondatot imelnék ki nektek. Szerencsére a hirdetők nem mozognak nehezített pályán, hisz minden lehetőség a rendelkezésükre áll, ami egy ingatlanosoknak. Szóval, Mi az, hogy ami egy ingatlanosoknak? Vagy, ami, ami egy ingatlanosnak. Bocsánat. Okay, okay. yes, szóval bienném. ez egyszerűen nem igaz. Tényes való, hogy meg tud bízni egy fotósta, tulajdonos, meg tud bízni akár egy videóst. De az összességében nézzük, hogy mik azok a dolgok, amik most igényelik a sikeres eladást, ez csak részben elérhető a tulajdonosok számára, de el is érhető az a bizonyos rész, akkor is a know-how nincs meg. Szóval itt azért egy komoly tapasztalat kell, egy komoly ározás bármi. Jó, hát a kollégát ki tudják váltani, aki írta ezt a cikket. Nyilván, de. Én, nem, ér, azért a jó ezzel, ezzel nem én arra kezdtem, kiváltani. és erre volt egy ilyen micsoda, hogy volt egy ilyen szóváltás köztünk, hogy kicsit ilyen igaz, hogy felengzősen odaírtam, hogy hát mire gondolt a költő, de most is egyszerűen nem értem a cikknek a, a lényegét, hogy ez Azt mit célt szolgál. Most megnéztem, hogy, ő, mert az úgy van apostrofával, hogy blogger egyébként a srác. Jaj, tudod, hogy mit ír? Én tudom, hogy melyik blogger. Tudom, ja, ír. hát most már ott vagyok, Buda ingatlan közvetítő. De, a, nem, de van neki egy másik is. ja. majd, majd römm, elmondom, hogy mi az, mert nem reklámozom, Mind úgy ne senki. reklámozzuk. Hát de ez a izéje, a blogja. 1100 követő. Az igen. Az Adjuk. egy a egy egy gyerekek egy ingatlan közvetítő. Tényleg, most nevezzük már nevén a, a, azt a gyereket. Egy ingatlan közvetítő. Hogy a bánatos ö, francba írhat ilyen posztot egy hirdető portára? Na, szesz. Na. Jó, szesz. Szóval már, hol a, a faz, én, én, tagja vagyok ennek a lounge-nak szerintem, de hol a fazba kell nézni ezeket? Engedd, de nem, ennyit, ennyit, enged, tört, a... nem ér ez a poszt, a, mennyi... botrány, a, botrányokról mindig lemaradok. Hát mert nem figyelsz oda. Hát nem olvassam <laughs> a ízeket. Én, 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 sajnos a legrosszabb típus vagyok, mert én gyártom a kontentet, de nem nézem. Mert, <laughs> mert nem vagyok. lenne időm rá, hogy, ez, hogy gyártsam. Szegény ki oké, de ezt mindenki kírtad meg árulnára hogy mit kapsz ezért cserébe a kontoló hogy basszis. ilyenek és na kicsit, jó kicsit de loptál. az edit az az ö, tehát... Hogy is szokták mondani? Nem mindegy, nem jut az eszembe. A, a neve, hogy ami, amikor ilyen nagy ellenség a, a komná, de hogy így kávé. Nem ellenség csak ő ő, ő, ő tipikusan ez a mindenlében kanál, ő szeret hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. De szerintem. És szóval egy picit Szerintem. El, ja, de most az, a az lehet, hogy az a megfogalmazás jelenség, nem volt szerencsés, de, de az, hogy ez a poszt, én szerintem, és sokan hozzáért a különben. Szóval mondhatom azt, hogy többek szerint is ez a poszt nem volt egy szerencsés, és akkor most. Viszint fogalmazok, jó. akkor... Jó, na nézzük, akkor eljött az alkuk kompromisszumok ideje. Egyébként én ezt a cikknek a pepitáját, most a balaláki... Korábban megcsináltad balla azt a százalékot. Hát igen, de nem csak az, hanem én az Ingatlankomnál komnál pont Baloglaci nyilatkozott. Én nem tudom, hogy ebben a cikkben most konkrétan mi van Mit állítottak az ákié. Százal... A... Budán 8,1%, külső pesti kerületen 9,2% az átlag alkú. Ehhez képest a megyei jó városban 7, míg kisebb városok 10%-a teljes árengedő mértéke. Na, és ez, ez csak azért tegyük már képbe, mert ezt mindig ezt el szokták mondani nekem, hogy akkor, akkor ennél lehet 10 tizen... nem. Ennél nem lehet 12%-ot alkodni, vagy 7 vagy 8%-ot ez egy szumma. Van rengeteg fosú hirdetett, ahogy most éppen Peti megmutatta, azoknál lehetne, csak azoknál meg azért nem lehet alkodni, mert hát az nem, a tulajdonos a nem teljesen. Motiváltak. Vagy az ingatlanos elviszi el, nekik az árat. Tehát azt mondja, hogy 80 milliós ingatlant, én el tudom adni 96 ja, igen. millióért, és igen. akkor a tulajdonos behűíti teljesen. Akkor az, az, az a baj, hogy ez alkotni. egy átlagszám, hogy te is fogalmazol, szóval ebben benne van szóval. az is, ahol brutális magasról, túlárazottan nagy, nehezen odaadja, és akkor van 30% vagy százalék. Meg van, ahol van az az 1-2%, mert alapvetően vagy 3%, mert jó volt árazva. De ez azt mutatja, és erre én amikor ezt olvastam, én nekem az volt az eszem, amikor a kantinban csináltad ezt a kutatást, és nagyjából azt mondom, hogy Pariba vannak a számok, amikor a kantinban kijöttek, hogy gyakorlatilag, hogy mennyit lehet alkudni, én inkább ezt másképp fogalmaznám. Átlag mennyire vannak túlárazva. Az ingatlan. Az ingat. Igen, egy picit átugrottál olyan. egy cikket, még itt az energetikával is foglalkozni kell, hogy a portfólió ugyanezzel foglalkozott május végén, és ott ki is másoltam nektek a táblázatot, hogy lássátok, hogy panellakásoknál Kelet-Magyarországon 5-10%, Nyugat-Magyarországon csak 2-8%, használt tégla keleten 6-14%. Az nem ebből a, a kutatásból csinálta? Nem, ez egy portfóliós 25 cikk. Nem lehet, hogy minket vettek balák, az indexen. Hát lehet. Mindegy is, mert ide Nem, ez a DH-nak meg az Centrumnak a Na, ízé. tehát oda a több cikket, tehát igen, léteznek alkuk, de a megfelelően árazott és nagy keresletű ingatlanokon nem fogsz tudni 10-12 százalékokat alkodni. Tehát ahol te vagy, fél óránként be vagytok osztva, és tudod, hogy előtte is, meg utána is Sőt, ott, ott, meg ott akár ne vád is Így lehet. van, ott ne vád el. Nekünk van egy kolléganő, 5 négy ingatlan licitel ad el. Ne Menjük. direkt úgy az az ingatlanokat, rengeteg ügyfél van rá, és állandóan licitel mennek. Ja. Az és az akkor ebben nem menjünk bele, hogy most miért nem holland, hanem az angol licitet használjátok, de ez egy külön Hát pont, én most az utolsó há, három eladásom, az, abból ö, kettő volt hirdetett áron, egy panelt végre eladtam. Na Anyi. tessék. Tegnap, az pont a tulajdonos hívogat, hogy ö, Na mindegy, és az például Pont a ilyen... tulajdonosi hívogat. Dani, hol vagy? Nem, hol Oda az megyek, az meg Dani Dani kéne érni. Kurva anyádom. Ár alatt adta, de lát. Szóval ahhoz vissza egyébként, a jutit. Egyébként elmondom, hogy már be volt fizetve a, 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 a egy, más, egy új építésre a, le a Della. Egy régi ügyfelem azért... Váll, egyébként Panella, ne keressetek, meg, kérlek Attiláikat keressétek. Ne, engem se. Átadom én is kollégámra. De ez egy régi ügyfelem volt, és akkor ezért elvállaltam, és uh, már be volt fizetve, basszus, a lé. Gyorsan el kellett adni. És uh, várja hogy volt? Most két hét múlva... Nem, egy hét múlva járt volna le kb. 5 6-an nézték, tehát nem volt annyira, hmm. meg tényleg a legjobb áron voltunk a, a, a területen, tehát nem volt szarvétel, de hát azért, itt, azért paneleknél nem lehet itt tamáskodni, hogy akkor igen, vagy sem. És mondom, 500 ezer volt az árkülönbség, és a, egy bácsi volt a tulajdonos, és akkor még hát nekik e, ha, harmi, e, 48 ér adtam el, azt hiszem. Elújított, két szobás? Három. Három szobás lesz az. A... És, e, és akkor még ott a végén Mondta, hogy mert 31-et kifizetnek, nem tudom, két héten belül. Hát nekik az nem lenne jó, hanem akkor még kéne egy olyan 3 millió plusz. Jó, álljunk ne. meg. Mondom, álljunk meg egy picit. <laughs> hogy ezt, most, három ez, ez millióval árasztva be ezt a történetet az öreg? Hát, hogy nem, neki hát egy kellene, két tete van vagy... kifizetni igen, ráadásul igen, a másikat. Igen, tehát, mondom, most, azért, most, most álljunk meg. Itt mi, a mint Majom a farkán. Végre valaki megveszi ebben a helyzetben a panel lakásunkat. Ilyen piacon. Most ne, ne kezdjünk ezen, hogy neki a 31-en, 34 34-en. És akkor akkor -e. a vevő is, hogy ha jól tudom, az utolsó pillanatban jöttünk. Hát igen, igen. Jó, Na, akkor akkor hagyjuk. Akkor hagyjuk igen, akkor most igen. itt, meg nem is tudtak volna a többet. Tehát, hogy ez így van. Na, következő. Most a baláki volt, és akkor az európai országok többségéhez hasonlóan magyarországi lakáspiacon is fordulat következett be. 22. második felében, tavalyi negyedik negyed évben az adásvételek száma jelentősen mérséklődött az előző évhez képest, míg a lakás ára kenyhén csökkentek az előző negyed évhez viszonyítva. Igen, itt a, az index cikk, ez egy, a, az energiaválságra vezeti vissza egyébként a sztorit. Egyébként olyan cikket is olvastam, hogy nem is gyűrűzött be annyira ez az energiaválság, mint amennyire erőzetesen a gazdasági számok mutatták volna. Tehát hirtelen volt egy nagy megijedés, hirtelen mindenki azt gondolta, hogy most el kell adni a lakást, mert nem fogja tudni a gázt kifizetni. Aztán volt egy enyhetelünk, tele vannak a gáztározók, visszamentek a gázárak a 2018-as szintre, és most már megint nem aggódik senki. Emlékeztek, hogy Fél alatt a olyan story. videók mentek, de még a németeknél is, hogy, hogy, ha nincs fűtés télen, akkor hogyan tudjátok gyertyákkal, nél, micsoda cserép valamivel ilyen kis Jaj. házi kájhát létrehozni, tényleg, mint ilyen, ilyen medemex apokalipszis utáni állapot tényleg, szóval érdekesek az emberek, hogy, hogy, tényleg az emberi psziché néha ilyenkor ez hogy reagálja Jó, le. Olyan... tüzépeken hogy vitték a fát? Hát meg négyszeres, ötszörös áron vitték a fát, meg ez olyan, mint amikor uh, pünköst hétfőn zárva van minden, meg vasárnap, ezért szombaton mindenki megrohanja a boltokat, mintha éhen a, akarna halni. Tehát, hogy... ha. Az jut az amerikai sorozatokban, vagy amerikai ja, lőnek. Nem, hanem van, van az <laughs> CD a... 40 van az CD. a Nem tudom, hogy kik, hogy hívják őket, akik ilyen bunkereket építenek a házuk alá, és prepperek. Prepperek, és, és Prepper. berendezkednek, hogyha ilyen Igen, zombi korszak Én akartam vagy bármi velük. velük forgatni, de nem engednek be, mert fosnak tudod, hogy elárulott, hogy hol, hogy van, a van, a bunker. De Magyarországon van. is van ilyen? Hát de miért nem azt csinálod, hogy akkor vegyetek fel Több a Deák téren, vegyetek fel a Deák téren, külsétek be a szememet, és amikor megérkeztünk, akkor... Hát várjál, elmondom, hogy van olyan, fi van olyan figura... ránézel, figura... és a GPS megmondja, hol van. Van olyan figura, it is. A, má, ő már a bunkerből dolgozik, és azt mondja, hogy ő minden reggel uh, 10 kilométert sétál, sétál a vízért, meg közkútról viszi a vizet a bunkiba, mert hogy, uh, hogyha majd ott lesz a... Edzésbe tartja magát? Hogyha ott lesz a ézé, az első tétődés, akkor ne legyen neki rögt, annyira rossz, amikor át kell állni. Ezért ez eléggé. Van, 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 ez van baj a torony, De ez az azért Van baj a itt azért alapvetően szerintem mindig azért... Uh, őször itt a vannak húzalozással mindig, vannak igen. problémák. Bár mondjuk hozzáteszem teszem azért, hogyha majd bebaszik a... Bár, most elég jó a, a, a termelékenységünk, tehát mondjuk zöldségeket, nem tudom, valami másfél, kurvasok, kurva sok, tehát túltermelünk. is megy persze. Igen, de hogyha majd tényleg az ott lesz azért a, a, fő, a, felmelegedés, globális ö, időjárás változás, mert nem felmelegedés teszem mert valahol hűlünk, meg izé, és akkor átalakulnak, valószínűleg azért nem ennyi kaja lesz, meg az nem az, így. Meg nem is a kaja a baj, hanem a víz. De ugye mi Magyarországon jó helyzetben vagyunk a, vízben, hát, a, a vízben, ja. de azt nem, vagyunk. azt, de az lehet, mert azt mondják, hogy még 50 év múlva a világ nagy részének vízhiánya lesz, mert problémája lesz. És ebből, nagyon jó és ebből kevés vízkész, készület, vagyunk, nagyon kevés ország ki Tehát nekünk nem lesz baj a vízkészletünk. Hát van ugye... most, ugye, bocsánat, hogy a, a, a víz megtartása kell hangsúlyt fejezni, ugye, hogy eddig e, nem volt ilyen probléma, ilyen asszályos, nagyon, és, engedtük, hogy a víz azt elvezessék Van egy olyan kérdésem, hogy mondjuk ilyen Mad Max lesz. És mindegyik, mindegyik folyó... Az... És lezárják Bős-Nagybarost, mit mondjuk, csinálsz? Mondjuk a szlovákok azt mondják, nekünk kell ez a víz. Hogy Vagy azt mondják az ukránokkal a hogy srácok, akkor öntözzük a gabonát vele. Hát a talaj. talajvizet Szabad, És akkor megyünk át, és izé mélyre kell hozni a vizet. Megy elől a az Orbán lesz előre köcsök dudába. Ki leszünk izé fújva. Igen, csak ezzel nem csak velünk baszunk ki, hanem a románokkal, a szerbekkel. Hát mindenki van. Igen, persze. Utána szétba, na mindegy. Szóval akkor... Kicsit honnan rá, várjál már. Hát ez, amit te mondasz, ez hogy gyakorlatilag mindenki függ mind, mindenkitől szól. Akkor... Nincs, nincs, nincs egy olyan, nincs az, hogy annyira autonóm legyen, akár a víz, vagy bármi, hanem minden összefügg mindennel. Ott szerintem az, az mondjuk az uniónak egy kemény kihívás lesz, amikor majd ennyire vízhiány lesz és vagy lehet. Bár mondjuk ez is olyan, hogyha mondjuk a energia gazdálkodással mondjuk a tengervizet Akkor mondok nektek valami, szerintetek valahogy ez valahogy most is meg nem konteó, szerintem, aztán majd itt lehet vitatkozni. Miért tartja még mindig megszállás alatt Kína a Himala vagy a a igen, ezért, Nepe, a, vagy nem ne, igen, miért? Mert hát ott rengeteg ö, olvadé, vagy ö, a vízkészlet gízen, miatt gyakorlatilag ö, a gyakorlatilag, le lehet. Gyakorlatilag egész Csapun. India például onnan kapja a vizet. Ha bármi van, elzárják a csapot, akkor India megy a Azért ott ö, Indiával lehet, hogy a másfél milliárd emberrel nem kötözködnék ott. Hát a kínai sem. Hát, ja. ők, is, a... ők, is, megvannak annyian. Az ott még az, az, az még egy durva VS lesz ott, hogyha. Hát ha lesz. Ha VS. lesz. Ott mindenkinek van atomja. Ja. Van ja. ember. Lövik egymás mögött, innen nézzük a keletet. Mi történik? Hát... Csak nem. Na hát... jó van, térjünk egy kicsit Igen. vissza. Hitelezés. Mondok egy számot, márciusi kibocsátás. Mennyi, Szerintetek egy mennyivel volt alacsonyabb az előző évéhez képest, mondjuk márciusban a lakáshitelek Hogy kerültél a 60 százalék? A... Ugyanebben a cikkben van. Ja, 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 ja. 60? 70. Mi? 70 százalék a kibocsátás, annyival kevesebb. 30, magyarul 30 százalék keresett Az viszont, új lakás az építésére az, felvett hitelek igen. tekintetében 85 százalék, az új lakások vásárlására 87 És ne felejtsük el, igen, hogy új lakásoknál a legtöbbet hitelre vásárolják. Rá, Használt lakásvásárlás 56 felújítás és egyéb célokra felvett hitelek 69%-kal csökkentek márciusban év per év alatt. Akkor Attila, emlékeztetnélek téged, februárban kb. itt beszélgettünk, meg ilyen viccesen fogadtunk is, hogy te ö, egy fellendülés válsz már tavasz Fél... más felétől. Na most Attila, akkor számban. beszélgessünk egy kicsit. Fél... Fél... Én várom Eze... a, ma... vár a május-tranzakció Ezek... számomat nagyon kíváncsi vagyok. Ezek Én a... hamis adatok a szarvas, Norvi megmondta, hogy fellendülés van, basszátok Hocsánat? meg. Hadd <laughs> Én jobbra 8 barabba... várom a transzakció számot nem egy gyurcsány. Van már más, az az csiószám, átírta a az Excel táblát az MNB-nél. Hol van a tranzakciószám? Ferko ledoszolta az MNB-t, aztán ez van. Éjszaka beszakadt, aztán eltírta a toszt. A főkönyvtárat eltírta. Ennyi, ledoszolta a faszba az MNB-t, azt itt tízé hazudgátok jobbra-balra. Mit csinál az OC Lengyelországban? Azt mond meg nekem, Dani. E, inga, hát egy újabb irodát nyitna, vagy egy, ö, egy lábat nyitnak oda, és nem tudom, mondták mások is, hogy más is nyit, csak én nem tudom, hogy ki az a más. Szerintem a DH. <coughs> <Téha. tos> Szerintem igen. De ők már ott vannak amúgy. Igen, ők már ott vannak úgy. S jó, nem? mondjuk azt tudom, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy nagy piac, tehát azt nem is tudom, 40 millióan, 40 Sokan pár millió. Nem, Valami 5-ször, 4-szer akkora piac. Igen, jóval nagyobb piac, többségi tulajdon szereztek egyébként a, a Freedom Nier -b 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 csoportban, <laughs> aki ezt kiolvassa nekem így elsőre, aki nem beszél lengyelül, az hajrá! és ott bevásárolták magukat, és hosszú távon gondolkodnak, de nem ígértek semmit. Tehát ezt így, ha nem sikerül véletlen, akkor sincs baj. Bevásárolták magukat a Nymphas Corporation-be. Az <laughs> Egban, hogy Csak igen, pufilek. <laughs> nem Nem, ez nem a pufi. Tudom, mi nem volt, A izét, a, hogy a számokat. Uh, igen, a felrobban a rakéta, igen. és akkor igen, Nymphas Corporation. <laughs> ugye, ők most jól leváltották igen. az arculatukat is. Kegy egy, Kágy. Kágy volt a... Láttátok az új arculatát az OC-nak? Lá, nekem, de hát az de hát az mikor? Az egy pár... Persze, egy nem, régen, igen, igen, de nem beszéltünk még róla. Egy ilyen szerintem jól néz ki. Át, ja, én megdicsértem, a kantiba megdicsértem ja. őket, hogy tök jó lett. Na, a bécsi lakás pinyaszt teljesít a legrosszabbul egész Európában. Erre nekem van egyébként személyes tapasztalatom. Hmm. Hogy most így... Most már... ott áll majd majdnem, hát hogy gyúrjuk a... Mária a... Stilfer Frasszél. <laughs> igen, 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 hoztuk a izéket a, a hűtőket. Videó videókat, meg a hűtőket. <laughs> igen, meg a... elektromos gázszegedű, tudod? Emlékszel a ízére? A Markos Nádas Boncnál volt ez, amikor még a 90-es évek előtt, amikor kellett ilyen, ilyen uh, talányokba beszélni, hogy mit kell hozni külföldről, és akkor nem tudom, pisztolyt akart, és akkor tudod, ott szemben ott van egy, egy elektromos gázt hegedű távcsöves, tudod, <laughs> meg, meg pornó újság, meg ilyen fasz. Na mindegy, nem menjünk rá. Szóval, hogy csináljuk most ezt a dandant, ez egy ilyen uh, üzleti, meg ipari ingatlanokkal foglalkozó cég lesz, és ott például van most egy, 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 egy uh, hát több bécsi étterem, és ahhoz kerestünk kollégát kint, Bécsben, még én is raktam a, a, a Kalmer uh -huh. kantéba, mert addigra kiment klábé 8-10 megkeresés abban a kerületben, ez az első kerületben van, és írták, hogy se, nem érdekli őket, mert beállt a kerület. Pontosabban a 10-ből kb. talán egy vagy kettő válaszolt, és írták, hogy itt tehát, hát hogy nagyon semmi nem szoda. megy. Ez olyan, mintha most a Rákóczin akarnál üzlethelységet alatt. Belolvastam a cikkbe. Ők azt hozták fel, ugye, hogy nagyon visszaesett a hitelezés, ott is ilyen 60 valahány százalékot mondtak, illetve ami fontos, ugye, hogy Ausztria eh, nagyon sokat eh, tolt bele eh, a Covid idején eh, a gazdaságba. És ugye annyira, hát ez a lufi, Annyira könnyített volt a történet, hogy gyakorlatilag ennek most is meg a levét. A bécsi lakásárak 40%-kal voltak túlértékeltek 22 Igen. végén, és most nominálisan. Az unió 12... szerint, vagy ki szerint? A... Az osztrák Egybank szerint. Az osztrák jegybank szerint. És nominálisan 12,2%-kal csökkentek a lakásárak a tavalyi csúcshoz képest, és ez Európa legdurvább értéke. Még a stokholmi lakáspiacot, Madridot, Milánót, Zürichet is alul A Sógorom még kint élnek. Ez a Pestivel és... szerintem Pariba lesz. Majd meglátjuk. Hát, hogyha nominálisan nézzük, szerintem mi, szerintem vertük őket. Szerintem is. Erről nem szól a cikk, arról szól, hogy Bécs nyert. Hát azért, mert Bécsben csinálnak erről cikket az MNB Magyarországon, hát azért most, nem biztos. Most mondjuk, mondjuk ilyen két-három százalékot volt, hogy mondták, hogy csökkent. Azóta ez mondjuk negyedével, mondjuk lehet, hogy most is még kettőt. Mm -hmm. tegyük fel az Már... négy, és akkor még van egy 24 és feles infláció. Bár az mú... mondjuk már 30 körül van. Bár nemrég az MNB is megnyilatkozott, hogy hát, gacsa, gacsa lakás igen, a lakás A vásárlóértéke, értéke az, az rögy. Persze. de egyébként a, ami érdekesség, hogy én azért azt is megnézném, hogy bár mondjuk az eurónak is van némi nemű inflációja, de hogyha, bár euró... Igen, de hogyha euróra átváltanánk az ingatlanoknak az árát, akkor mármint a magyar ingatlanoknak az árát, akkor mit, milyen grafikont rajzolnak ki, hiszen valamikor 360-ról indultunk múlt évben, vagy 370 körül, akkor volt egy rajz. 430 is jártunk. Ég, igen. Aztán most megint visszajött. 370-en vagyunk igen. megint. Hát az hogy az, az igazság, hogy szerintem ez ezt azért, azért nem biztos, hogy ob, ö, objektív Jó. képet Aha. adna, mert, mert ugye itt a vásárlóerővel van a probléma. Hát a PPP-vel, igen. Purchase Parity... Pöcs, pöcs, pöcs. Valami personal. Peri. Nem Porna. Tudom. Az nem az. Porna. nem az. Na mindegy, szóval, hogy az, az, a, izé, a vásárlóerő mértékével, ami három ezer, van egy Big mac a, a hűtőbe, mígóta van Attila, ott az a Big nem, Mac. már nagyon idegesít. De már ki van? Néha, hogyha hallgatózunk, akkor halljuk, a, hogy rángatja az ajtót. A power Sikít. az utolsó szó. Sikít. Okay. Purchase, parity, power. Power, osz. na igen, és uh, hát igen, vásárlóerőnek. És uh, Logikus, csak nem tudom, Erről tudok irta, Igen, csak erről írtam, írok most egy, uh, vagy írtam egy forgatókönyvet, aminek negyedében leforgattam, és a Big Mac Indexről, és hogy uh, ott, ott például utána mentem, hogy miből számolják ki, és kb. 3000 termék, és uh, meg is lehet nézni az M&B-nek az oldalán, azt hiszem, meg... Uh, Hát fölírtam, de most már linkekre nem emlékszem. Na, lapozzunk! Balog Laci, mit mondott? Figyeljetek, az adatok arra utalnak, hogy a lakást tervezővevők alig várják, hogy a piacra léphessenek. Mindenki ott áll ez, ez. pénzzel a Könyörgöl. kapuban. honnan a szombó onnan, hogy, hogy az letöltéseik azok... Magasak. Nem, ha nem is, azt hiszem, vagy stagnálnak, vagy nőttek. nőtek, igen. Nőttek, kö... viszont a tranzakcióknál. És ebből lesz a következtetés. Hát jó, persze, te botolodott ezzel, nem csak <laughs> végés, Nem csak hogy Nem, nem, ügyös, az ér, az ez, az nem. ez ennek szerintem közel nincs hozzá ez az én véleményem, aztán mindenki gondol, amit akar. Is lenyik, az oldal letöltésekből, hogy jön, ugye az, hogy oldal letöltések, kevés tranzakció, hogy következik az egy, gyerekek, e... hogy ö, mindenki ott toporzék, hogy a piacra jöjjön. 92-ben volt egy Hasbro ja, katalógusuk, magam, csak magam vagy továbbra is. <laughs> én azt rongyosra néztem, volt benne a GI Joe, barbik is voltak benne, My Little Pony. Ezeket kevésbé néztem, de a GI Joe-knak volt legalább egy tíz oldala, amerikai Hasbro katalógus volt. Hát itt meg tudod, még a G.I. Joe akkor jött be. Egyébként, ha teszem a G.I. joe akkor már rég leszerepelt Amerikában, amikor itt bejött, és akkor azt a megmaradt stockot lőtték el itt Kelet-Európába. És Ő van az, hogy nekünk a mi, mi gyerekkorunk, mert most a 80-as évek már egy jó 5-6 éve vagy 10 éve nagyon ö, megy, az a mi gyerekkorunk, mert hogy nálunk egy tíz év lemaradás volt, és amit Amerikában nem tudtak eltolni, azt a 90-es évek Gyerekkoromban, amikor mondjuk még akkor volt, ha a Fodrászhoz jártam, ugye a Fodrászatnál, már amikor mindent kiolvostam, már csak a Burda magazin maradt, ahol már végén a szabás mintákat Na, de és ezt akartam mondani, hogy mi, is néztük a házbrót oda-vissza, de hát a fasz tudott venni magának G.I. Joe izét. Kinek volt kézeres senkinek. nekem, itt is ez lehet. Nekem csak egy mondat még erről az az a véleményem, hogy ne nyilatkozzunk olyat, ami, 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 szerintem kártékony, mert ez kártékony. Jó, de ő egy elemző, egyszerűen. ő ezt csinálja, hogy ő, szóval ő jó sor. Ilyeneket, ilyeneket, nem, mert ez egy tarot kártyából pontosabbat mondok, mint amit, mint ez a következtetés. Szóval egyszerűen statisztikailag, matematikailag, összefüggés nem értem azt, hogy hogyan a, a kattintások számából, meg a, a transzakci... sőt a tranzakciós számot se tudhatjátok, ugye, mert, mert nem tudhatjátok, hogy a francba következik az, hogy ott topor, toporzékonak a vevők és már lakás, vagy a piacra akarnak szabadulni. Szóval nonsense. Minden esetre az arra jutott, hogy 3-4 ponttal alacsonyabb hitelkamatokra lenne szükség ahhoz, hogy a piac egy picit ezzel, ezzel viszont egyetértek. És hogy nekik van valami ilyen belső infójuk hogy a, az állam hozzá akar nyúlni. Hogy nem a, csodálkozom. A, hogy a, hogy a család támogatási dolgokhoz hozzá akar majd nyúlni az állam. Tehát én egyébként valami olyasmire különben... tippelek, hogyha így kérdeznétek, hogy de nem, nem kérdeztek el, szarjátok. Hogy... Nem hogy Attila ebbe beleszaladt. Ne, én már azt mondtam, hogy saját Ilyen kérdést ne tegyél fel, kérlek. Hogy, hogy a csokot kibővítik használtan jobban is. Jobban. De egy picit, picit, De egy csokot, felújítási programot, szeretnék új tetőt. Hát a 3 Hített plusz 3-at felrántottad? Nem, nem, nem. Hát vársd a a 3 plusz 3-at. De már abban rég tettél. nincs, meg. az meg. Az Há biztos, nem. hogyha ilyen 3-4 százalékot csökkenének a hitelkamatok, ami nem fog. Ez kivezették. az, fog Igen, jövőre. Tényleg nem tudom. Ja. Bocs. Nem, csak ennyit akartam Cs mondani, hogy ez, ezzel az egy részére egyetértek, hogy a hitelkamatok csökkenése biztos, hogy... Na még van négy az Azok a rohadt ingatlanosok. Potenciális vevők érdeklődésre megtagadják a meghirdetett ingatlanmi kiadását az ingatlanosok. Ez annyira gusztustalan, hogy ez valami hihetetlen. Tehát, oh. Találkozzunk a sarkon, de érted, hirdeti 16. kerületben Sashalmon. De Sashalom kurva nagy, és nagyon nem mindegy, melyik részén van egy ingatlan. Öm, hogy gondolja? Ezt azt gondolom, hogy nem ilyen fekete meg félre, Attila, hogy te mondod. Itt arról van szó, az, hogy mondjuk be nem azt mondod, hogy gyere Sashalomra, hanem azt mondod, ugye ez egy bevált módszer, hogy nem adott ki pontosan, pláne egy nyílt megbízásnál a pontos házszámot, hanem azt mondod, hogy akkor gyere, találkozunk a, a budafoki sarkán. Ezt és akkor a ott szembe. Csak egy, egy, példát, egy, példát, mondtam. Nekem régi példa, nagyon, ez, ez megtörtént eset, a ez Honvéd a utcába, ott a, azt hiszem, hogy a, a, a hadügyminisztérium, a honvédelmi minisztérium a szembe, árultam egy lakást volt katonának, nagyon jó fej volt tényleg. És vártam lent, az ügyfelet jött, és egy idős ilyen, 80 pluszos néni jött. De a tulajnak kint volt a táblája az ablakba. És jön a néni, és látom, hogy. hogy Sassolja. Figyelj, ezt úgy tudtam, hogy így lesz. Ez, 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 Nézi a táblát. Oda jön, fiatal ember. Ez Engem az, ez a se érdekel. Ez az a ház. mondom, persze, hát mondom, de meg is beszéltük telefonon. Á, fiatal ember, ez nekem nem, ne haragudjon, köszönöm, közben így nézi a táblát, köszönöm, nem, elmegy a vénasszony. Hívom a, a sáncot. Most figyelj. már vénasszony. Egy aranyos nénivel már a vénasszony látunk. Igen, aztán végén meg már boszorkány lesz, igen. igen. És mondom a, mondom a sáncot, hogy figyelj, mondom, itt volt a hölgy, a nevét tudtam, ugye, mert kontaktoltunk, figyelj, megtennéd, aláírnád a megtekintőt, akkor még cégnél dolgoztam, ugye nem saját. Itt már a megtekintőt, mert szerintem az a hölgy vissza fog telefonálni. Azt, hogy Peti, semmi akadálya, hogy persze, nagyon jóba voltunk, lejött, aláírta a megtekintőt, beírtuk a hölgy nevét, kész, oké, okay, rendben van, megyek vissza az irodába. Félúton csörög a telefon. Péter, mész lottózni? Azt mondom, felhívott? Azt mondja, persze. Ahogy elment egy öt perc múlva csörgött a telefon. Jézusom. Na szóval ennyi. Rengeteg ilyen mert... van, is erre mi a megoldás? A kizárólagos megvizesnek. De akkor is különben trükköznek az emberek. Erre csináltam volna egy padumc. És azt ne felejtsük el, hogy kizárólagos megvizesne. sajnos a kúria, nem, a tulajdonos. Elten... De nem, figyelj, Ez nem ezt ilyen. mindig el szokták mondani. Nekem a szerződésem például azért ennyire nem írja körül, hogy mit nem csinálhat. Elmondom szóba, ha megcsinálja, felbontom a szerződést, ezt nem látom. Dani, beled nem, nem, nem mernek szarakodni, basszus, meg kettőt befőksz a médiába, és de a büdös nem, élet. De nem erről jó szó. Kisar, Kisar, értem. Kisar kitottam. Persze nálad más a helyzet, meg itt most általánosságban nem rólad beszélek, nem rólad Dani. Én általánosságban mondom, hogy a kizárólagos megbízás sem életbiztosítás. Ez nyit akartam. Hát nem szerintem ez, ez meg a... lehet, de amikor szerintem ez a tulajdonos a való nek... Hát, a tulajdonos a nexusról szól az egész. Figyelj, a tulajdonos abszolút egyetértek, teljesen egyetértek. Idén négy olyan kollégá hallgattam meg, ahol baráti vagy ismerősi kapcsolatban lévő tulajdonos kikerült -e, és most 1 millió 900 forintos pert akasztanak a tulajdonos nyakába, mert megkerülte magát az Not irodát. Az ennyi. Szóval... Mindegy, na, lapozunk. Az ingatlan, a tudás, de most akkor még egyszer. Kintán. Igen, majdnem a, megint a. Szóval, eladó Rubikerdőnek a villája. Én ezt onnan vágom, hogy azt hiszem talán kettővel arrébb árulom a, én meg 400 millióért egy másik villát. A Rich Life-on fönt van egy jó kis TikTok videó, ahol a, a, kis csaj végigmászkál az egész házon, és, és, el, és, el, és elmondja, hogy ő nem tudja kirakni a Rubikoszkát. <laughs> és ennyi a lakás <laughs> a videó? Nem, amúgy nem, én nem úgy nem, én én nem tudom így ki tudom kirakni. Be. Ki, ki tudjátok tenni a Rubikoszkát? Ki tudom. Tudod? De egyébként, tehát ha a Rubikockának a kirakása, csak hogy egy rámenjünk, úgy van, hogy hat fázisa van és akkor mindig csak egy adott logikára. kell. A logikán, ah, a... Először úgy van, hogy a, a, a fehéret rakod ki, az van pont sár. Tehát a, az oldalak fixek, tehát az nem változik, mint a dobókockán is, hogy, hogy, hogy mindig. Mi, Melyikkel szomszédos. Tehát nem és akkor abból már ki tudsz indulni, mindig a fehéret kirakod, a palástja alul stimmeljen, a következő rész, és ezekhez van algoritmus, tehát hogy egy hát. ilyen ké, összesen egy olyan 8-10 fajta mozgást sort, mint a, a Mortal kombat kellett, azt akkor megtanulod. Mondjuk kell, a vége felé már ilyen 10-15 x 3 kétszer megnyomott az, és az, az, Hátra-hátra előre. Bicikli, bicikli, bicikli bici rúgás. A rejten az alugrott neked. Hátra-hátra előre. Jó, én a, no a nak mindenét. Hátra-hátra hátra hátra, 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 előre volt. hátra Megfogta, és akkor nem a izénél, nem a sub hogy hívták a feketét? Skor, noob, noob, de noob De, már mondtam az előbb. De a Noob én mindenkit rondjá Neki volt egy olyan én kombó, volt egy olyan kombó hogy nem tudtál magadhoz térni, és végigverted. Most a kocka, kocka hallják. <laughs> Jó, hát Jó, neknap, neknap a gyerekkorunkban tegnap, Tegnap is még misodál, a, éjjel még a Playstation nyomtam. Én, volt a leföl, én meg a volt volt ne. a leföl azzal oda tudtál teleportálni, megfogott, és leverte levert a, lenyomott a, a, a a, a műsorban. Igen, a igen a és volt a másik, a hátrájátorul, hogy rátoltál egy ilyen felhőt, amitől, ja, amitől elkezdett szédülni, és aha. végig a kombót rajta. Hát, akkor oda mentél, lefelted, még egyszer le rá újra, megint szédült. Fölnyeim, meg. uraim, régi, a régen Minden Jobb Volt című rovatunkat hallottál. Na, amúgy az eredeti Mortakombatok voltak a legjobbak. Ah, Most már nem a 9-10. Aztán az ez volt, volt, vagy mi? Még a három is volt, volt talán, amivel nagyon sokat játszottunk. Igen. Na. Na jó van, ennyit a villáról. Nem is kéne kell csinálni. Igen, lakáshirdetések esetében. 15 egy hirdetés 4.221 forint volt, míg 23-ban 13.196 forintot fizettek az ingatlan közvetítők. Gondolom, most ez arra lett kihegyezve, mert az ingatlan komnak a tudástárából kopi ko ide, hogy arra térnek ki, vagy arra szeretnének kitérni, hogy nekünk mennyire egyszerű, és hogy nem is drága ez nem. a sztor. Én ah, igazából arra akartam az egészet kihegyezni, és azért is másoltam idebe, hogy mennyire látszik, hogy az ingatlanosok azon kívül, hogy megveszik a komos előfizetést, semmit nem költenek ezeknek a kreditelésére, vagy hirdetésére, vagy ilyesmi, vagy minimálisat. Tehát, hogy... Uh, De mit értesz arra az alatt, hogy nem költ? Mire kell Nagyon meg költeni? Hát uh, rengeteg dologra kéne költeni. Nem, nem, nem erre kérdeztem, megmondom, miért kérdeztem, mert azt hittem, hogy a, hiányod abból fakad, hogy nem csak az előfizetés, hanem a kredit, de hogy több oldalnál az előfizetés, így oké, okay, rendben van, erre, erre volt csak ugye kíváncsi. Alapot, hogy az előfizetési díj mennyi, ugye most már rohadt magas, és ugye ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy ingatlant egy évre értékesíteni, az most ugye jelenleg 2023-ban 13.196 forintot jelent az ingatlan.com-on, tehát én, én, ez, én ezt egy olyan alacsony számnak látom, hogy ez valami hihetetlen, és akkor jogosan látom sokszor a felháborodását a tulajdonosoknak, hogy nem csinált semmit az ingatlanos, csak tartja a markát a jó pár milliós jutalékért, nincs meg a hozzáadott érték. És itt sokszor esetből szerintem 6 hétszer simán működik még a mai napig az, mert igen tudom, hogy még ennél rosszabb volt Szerinted lehet, hogy az arány nem változott. Ha megkérdezném az ingatlanosokat, hogy oké, okay, ott van egy ingatlanod, hirdeted, hogy mondjuk akkor a Komról beszélünk, hogy hány. Hasonló, ilyen ingatlan van még a környéken, tólig, milyen árban mozognak ezek, és a tiéd ezek között hol helyezkedik el. Ha ezt a három kérdést felteszed, szerintem Tízből hét ingatlanos az adott ingatlanra nem fogja tudni megmondani a választ. És szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy tud, hogy a te hirdetésed nem csak vakon kiteszel egyet, és akkor mint egy szemmel valóban, ja, hanem ja, ja. tudod, hogy az hogy van, hol van, poz, hogy kell pozícionálni, hol helyezkedik el a többihez képest, mekkora a kínálat. Ez az egyik legfontosabb dolog. Ezért ismeret, kell rögtön, ismeret. amikor mielőtt fölvennéd, csinálni egy értékbeszélést, az értékbestés keretén belül megismered a piacot, mert hogy végig kell világítanod, hogy kikkel versenyzel, és akkor meg látod, hogy hova kéne belőni. És amikor megcsinálod, akkor meg mindegyiket alaposan végignézed, az összes hirdetést, mert az alapján tudod belőni az árat, hogy a tiéd az hova. Pontosan. Ennyi. Na, németek már a piacra nyomtatnak házat, a németek már a spájzban, nicht kompót, nicht kompót. Hát most konkrétan, ami a cikkben van, egy ház, ugye itt felállítanak egy rohadt nagy nyomtatót, és ez egy, uh, uh, fogalom sem mennyi, hogy a 350 uh, négyzet láb, az mennyi? Uh, négy, az egy az 0,6. Négyek, hiszem. Én nem hárommal kell elosztani. Na hát akkor mondjuk száz, száz valamennyi, mondjuk oké. Okay. 3D-ben nyomtatnak egy 100 négyzetméteres házat, kevesebb, mint 48 óra alatt. És négyezer dollárba kerül. Tehát azért Négy az... Ezer dollár. Igen, négyezer dollárnak de kevesebb. Ajtó, ablak, minden el együtt, vagy csak a falazat? Hát nyilván csak a falazat. Ja nem, bocs, tízzel kell, tízzel kell. Tízzel kell elosztani. Hát az meg 35 négyzetméter, az, 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 tehát ez, ez ránézésre de, nagyobb de, de, annál szerintem. kell tízekkel. Nem igen, már emlékszem, mert, mert de egy 0, lába az hány méter? 0,27. Biztos? Hát mindjárt megnézzük, nézzük, hát most, Ró, 10 és láb akkor... nagyobbnak gondoltam, de 350. Ja, 32 négyzetméter, még 10 sincs. Mondom hát, ez csak 32 tízekkel. négyzetméter. Tehát akkor 4 ezer dollárba kerül, 1,6 millió, mert nincs most annyi. Igen, mert, mert, tudod, így, így három, meg így háromszor fér bele, és akkor tehát több kicsi egy, az durván, az, 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 az majdnem Amikor, mert amerikai hirdetéseket, meg amikor kijön mindig az, hogy nem tudom, 150 millió dollárért hirdeték Michael Jackson házát, és akkor általában amerikai cikkben olvasom, és akkor ott van, hogy nem tudom, tízezer négyzet láb, és akkor, akkor ezt úgy megjegyzett. Még ilyen okoljanak, ezer négyzet. Mondjuk négyzetláb. macerásnak macerás az látszik. De micsoda? Hát az egész építési folyamat, tehát hogy ahogy nyomtatják ugye itt a gépnek a felállítását, vagy kezdve stb. Tehát itt most lehet, hogy, lehet, hogy olcsóbb, nem kell. Lehet, hogy olcsóbb, meg ilyesmi, de ez még most nagyon macerás, ez a 3D nyomtatós hát, technológia. Ugyan erre, aki itt volt nálunk múltkor a, a, vályog. a kapcsolatban, ő kapcsolatban, ők meg vályogot nyomtatnak. Ugyanaz a technológia. Mm, ugyanaz, az az egész. Ugyanaz, ugyanaz. Csak itt egy keret, keret mozogott, egy ilyen gégecső van itt, itt meg egy keret ment végig, ah, oda-vissza de... így. Hát de ott is az van, hogy van egy, egy ilyen okos daru daruszerűség, nyilván ember nélkül, és akkor az, és az ment Igen, de az Atina egy keret mozgott le. Fel. Ja, 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 ja. Na, újra hódítanak a lakástakarékok. Erről már múltkor beszéltünk, hogy nem nagyon érezzük benne a kraftot. Most ezzel szemben akkor még mindig? Hát ugye az OTP, az Erste, a Fundamenta is kidobta már a termékeit. Most itt voltak összehasonlítások. A lényeg az, hogy ugye megkapod ezeket a pénzeket, amit beszéltünk, tehát 15 vagy 30 os bónusz az OTP 10 és 30 os kiegészítéssel vonza az ügyfeleket. A, 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 kérdés az lesz igazából, hogy ez kinek éri meg, ki lesz a célközönség, kinek fogják reklámozni, illetve hogy mennyi idő után veheted ki, vagy hogyha hamarabb akarsz hozzáférni a pénzethez, akkor mennyi büntivel tudod kivenni. Tehát um, van, van, néhány ilyen gyarapodó konstrukció, meg gyermeklakás számla, meg ilyen dolgok. Érdemes mindenkinek átnézni, mert nem biztos, hogy ez jelenleg a legjobb befektetés, ha ingatlant akarsz venni. Állampapír. É, de most állampapír tovább. Meg. meg azért nagyon sokan félnek tőle továbbra is. Meg azért ez, tehát most az infláció remélhetőleg most már nem lesz ilyen magas, majd ez jövő év végéig, akkor az állampapír így kifut. Most, most emelkedett a kamata jó, be kell nézni, most mennyi. Emelkezi. most 16-19% volt, amit mondtak utoljára. Most 20-21, fél lesz, vagy valami ilyesmi. Na hát az már nem rossz. Igen. Jézusom. Úgyhogy ennyi, nem kell a lakástakarékkal ennél többet foglalkozni. A lényeg az, hogy nézzen utána az, akire, aki szeretne ilyet, mert van megint. Most kaptam megint egy ilyen skemet a 392 milliós villámra, és jött egy ilyen, hogy üdvözlöm, ez még elérhető, mondom, üdvözlöm, igen. És már jön, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, elnézést a meglepetés bejelentkezésért. A nevem Kasznel Aspázia. Német vagyok. Özvegy. A férjem és az egyetlen Jaha, fiam meghaltak egy autóban esetben. Rákos betegségem imádom. van, amit nem tudok túlélni. 857 ezer euró van a számlámon, amit át szeretnék adni valakinek És ezt az ajándékot becsületes és őszinte emberekre szeretném bízni. És hitte, jó szívvel, örökségű. Add meg a Kalmárok hallani. bankszámla számát, azt utalja be, veszünk belőle még egy streamdecket. Most annyi baj legyen. Mielőtt megírtam volna ő őket imádkoztam Istenhez, hogy mutasson be legjobb emberrel, Ez aki soha nem Ez ilyenek szarjanak sűnt, tényleg szarjanak. Örökségem, ha megbízhatok benned, szólj, köszönöm, és Istenem, értem. És Isten belekeverni tényleg egy, egy családot. Persze, hogy megbízhatsz bennem, utald el nyugodtan, adom a bankszámra számom, persze, hogy megbízhatsz bennem. <laughs> tényleg, amíg szar is van, légy is van, mekkora igazság, vagy fordítva, vagy olyasmi. Inkább az a szörnyű, hogy még mindig van, aki ezeket megeszi. És még igen, mindig sajnos. van, aki, aki elhiszi, hogy a nigériai herceg neki fogja azért, utalni. Azért, azért az ilyennek rád. a fején ugrálnék a mentőbe is. Aki hát, ilyeneket, szörnyű, ilyeneket szörnyű. csinál. Egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy ha már ilyen valahogy ki lehet szervezni a mesterséges intelligenciát, és mert hát itt ezekben mindig van ilyen. Már most van, amit te, nem tudom, hogy arra azt szeretnéd de mondani, hogy már most vannak olyan botok, sőt nem mesterséges intelligencia hozzá hozzászól posztokhoz, hanem bankszámlája van Dani. Most igen. nem akarom ki, nem majd el, adás után elmondom, szóval hogy hol ezt használni, most le melyik országban van, több mint 11, 11, 11 nagyon nem, nem, ilyen afrikai hími. több mint 11 ezer darab profil van, bankszámla, minden van, és gyakorlatilag sima, mint egy élő ember, hozzászól minden. Na, mert és hogy mesterséges gondolom, igen, van. Igen, hogy azért, hogyha ez nem lesz ennyire copy-paste szagú, és hogy nem ilyen fasságokkal jönnek, hanem valami sokkal rafináltabb. mint egy chatbot dolgokat Ez már most van, sárga. már most, most meg lehet csinálni ezeket. Nekem a kedvencem az, amikor a, kérik, hogy a Fox poszton adjam fön a második Igen. emeleti panellakásom, az a kedvencem. Mondtam neki, hogy rohan drága lesz, mert a fősemeleteket is vagy megveszed, vagy lebontod. Az XLS csomagméret vagy? Igen. Tehát meg, hogy kérdezd meg először a Fox Postot, hogy mennyiért viszi át, mert az lehet, hogy költséges. Miben van a biznisz, mert nem tudják kiszedni a izéből. Én olyat tudok, hogy. De az igazán. Utald el a költségét előre, vagy. Hát de ki az az idióta, aki elutalja előre a gyerekek, Ez mindig úgy működik, hogy. Ezerből egy bejön. Ez a nagy nagyszámok törvény. számok törvény. Egyszer egy vlogot csinálnék kell, hogy végignyomnám. Ezt tudjátok, Ezt hogy van? Ez, ez Nem, ez... hogy végignyomnám, hogy hova jut... van, jutunk ja, el. Ja, ja, ja. Mikor kell alé? Van a lé. Csinálj Van a hét emberi főbűn, és a, van az egyik ebből a kabzsiság. Ja, és ja. a kabzsiságra épít ez. Ne és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a sok, sok embernél úgy működik, hogy meglebegtetik a szemük előtt a nagy lóvét. És ilyenkor mi történik? Beszűkül a, a a, a látásuk, Segíten. és a, 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 a nem a veszélyérzet, hanem az, hogy az emberbe felmerülne az, hogy hú, az meg ez nem átverés. Az gyakorlatilag megszűnik létezni, beszűkül, és csak-csak az összeget látja. Fele barátod Fox ne <laughs> A Fox Post napját szented meg. És mond ki ötször gyorsan egymás után, hogy Fox, 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 Fox jó. Na. Fú, a végére. Akkor 59 percnél tartunk. Ez Jó, volt sikerült lerövidíteni 125. meg. 25. <laughs> podcastünk a sorba, de ez rengeteg hírünk volt. Ja, itt, és egy a minden minden akkor, volt beszélni. Teletűzdelve Balog Lászlóval. Nem baj, vele, róla is kell Húsz beszélni. innen is, beszéltünk. Lacikám. Szponzornak gyertek. Ja, már sok van most is. fél nem akarnak költeni. <laughs> Komnak nem kell ilyenre nem. költeni, mindenki tudja, kik ők. De laciek költhetnének azért. Ugye mindenki költ ebben a bizniszben, csúran cseppen néha nekik. Pénznek, pénznek, úgyhogy az ő pénzüket is elfogadják. Náciék, nem, nem. Csak szeretném. vastag legyen a boríték. Legyen pápa. Na jó, van, puszika. Ahol. Szevasztok. várjatok még azért, ki kellene kapcsolni azt az ízét a felvételt. Ciao!